Egészségnapot tartottak november 9-én a Petőfi Sándor általános iskolában. Az ingyenes szűrővizsgálatok mellett sportolók tartottak érdekes foglalkozásokat, és még az öt kontinens ízeit is megkóstolhatták egy verseny keretében. Ez egy olyan egészségnap, amikor a szülők és a tanárok és a gyerekek együtt vannak, és minden e köré forgulódott: a mozgás, az egészséges ételek, a szülők saját maguk csináltak nagyon-nagyon jó dolgokat, kutattak, utána néztek. Az volt a lényeg, hogy minden házilagosan készült. És akkor ehhez kapcsolódik hozzá, nagyon sok vállalkozót hívtunk, akik eljönnek, olyanok, akik boxolók, kangósok, akik mind-mind várják a gyerekeket, fiatalokat, és hogy az egészség nem pénzkérdés, gyakorlatilag arra akartunk mindent felfűzni, hanem ötlet, odafigyelés és törődés, és ebből az iskola és az igazgatóasszony élen jár, illetve az igazgatóasszonynak volt egy olyan ajándéka a szülőknek, tanároknak, ami egy ingyenes egészségügyi szűrés, ami megint ahhoz van, hogy jobban legyenek, és akkor az Ízek utcája erre ráépülve kontinensenként, ugye egész évben van nálunk egy keretjáték, és a keretjátékon belül most ez külön felfűzve, hogy ki milyen kontinenst kapott, 4 osztály van, és egy kicsit csapatépítés is, hogy osztályok összefogjanak, szülők összefogjanak, barátságok születnek, hogy jó legyen Petőfisnek lenni. Az esemény az ökoiskola program keretében valósult meg.